Csábrák János tanár úrral kezdtem el itt röplabdázni a 2. általános számú iskolába. És mi rendeztük meg itt a sportcsarnokba, pont ebbe, csak akkor még nem volt felújítva, egy diákolimpiát, és sőt azt meg is nyertük a megyeit, és utána az országos elődöntőt is mi rendeztük, ahol a Kaposvárral játszottuk a döntőt, és ott az edzőnő szólt a Kelmen Pista bácsinak, aki volt a válogatottnak, az ifjú válogatottnak az edzője, meg az első MCM Kaposvárnak, a felnőttnek a vezetőedzője, hogy van egy ügyetlen magas srác Bonyhádon, és ő kimondottan szerette az ilyeneket, mert ő neki mindig az volt a mondása, hogy a technikát azt lehet tanítani, de ugye a magasságot azt nem. És akkor ez onnan jött, és innen indult az egész röplabdás dolog számomra. Utána a Püstö bácsi eljött, aztán meghívott erre az ifi válogatottságra. Volt egy ilyen válogatónk, ott mondta is, hogy mindenképp menjek majd, és onnan indult el ez az egész ifi válogatottság. Akkor leigazoltam Kaposvárra, Kaposvárba játszottam egy évig. Utána visszament Dunaújvárosba, akkor mentem vele is, meg több csapattársam is. Az ifi EB-re kijutottunk a válogatottal, és az utolsó évünkben érettség előtt volt junior EB-nk Dunaújvárosba, és ott az érettség után közölte velem a Tomonoci Tibor, aki a Dunaferben volt csapattársam is, meg edzőm is, hogy megkereste őt a junior EB-s rejtező után egy olasz menedzser, és szeretne velem dolgozni. És akkor emiatt felutaztunk Budapestre egy megbeszélt időpontba, és akkor én aláírtam vele egy szerződést, és onnantól kezdve vele dolgoztam. És akkor a következő nyáron, vagyis augusztusban már kaptam ajánlatokat Belgiumból, Olaszországból, és nyilván én akkor, abban a pillanatban nekem Olaszország volt az álom, szóval az volt a röplabdának a fellegvára, úgyhogy én mindenképpen oda szerettem volna menni, és oda is mentem. Az évek elteltek, azért 12-3 év után most már azért úgy érzem, hogy úgy jó lenne hazajönni. Most ugye itthon is maradtunk. Tavaly fél évet, fél szezont játszottam Kaposváron, meg idén aláírtam velük. De jövőre azért még szeretnék külföldre menni a kis családommal. Mindenképp, mert azért én még úgy érzem, hogy még van bennem. Én nagyon örülök ennek a díjnak. Nagyon meglepődtem, amikor a polgármester asszony felhívott, és megmondom őszintén, nagyon örültem is neki. Én nagyon kötődöm, nekem itt van családom, barátaim. Én nem hiába építkeztem ide, mert tényleg én itt tervezek hosszú távra, én itt szeretném leélni az életemet. Én nagyon szeretem Bonyhádot. Én nem szeretem a nagy zsúfolt városokat itt. Nagyon szeretem, hogy tényleg jó a levegő, ismer mindenki mindenkit. 5-10 percen belül eljutsz bárhova, úgyhogy csendes, én ezt nagyon, nagyon szeretem.